A 20 évvel ezelőtti moszkvai túszdrámára emlékezik a nemzetközi kulturális élet. 2002. októberében 42 csecsen terrorista elfoglalta a Dubrovka színházat, ahol teltházas előadással ment a Nordos című musical. A darabot félbeszakítva 850 embert, nézőket és a társulat tagjait ejtették túszul a támadók. Az orosz csapatok Csecsenföldről történő teljes kivonását követelték a terroristák, akik az épületben több helyen bombákat helyeztek el, a közönség közé robbanóövet viselő nőket ültettek. Három napon át húzódott a túszdráma, majd a színházat megostromló különleges alakulatok bénítógázt juttattak az épületbe. 130 túsz halt meg, 5-öt a terroristák lőttek le, a többi áldozat a művelet közben vagy a kórházban halt meg a gázmérgezés miatt. Az áldozatok hozzátartozóinak szövetsége szerint több mint 170-en haltak meg. A hatóságokat és az akkor már elnök Vlagyimir Putyint is kemény kritikák érték. Az orosz és a nemzetközi közvélemény is hangos volt a bírálatoktól a sok áldozat miatt, megkérdőjelezve a túszdráma rendezésének szakszerűségét. 2005-ben a német Thorsten Buchsteiner Nordos címmel írt drámát a moszkvai terrortámadásról, a Dubrovka színházban aznap játszott darab címével megegyezően. Művét a túszdráma 10. évfordulójától játszotta a budapesti Katona József Színház is, hosszú éveken át teltházas előadásokkal.